Denis Farina, Pap János. Utcai bűnügyek. További magyar hangok. Zalán János, Kisfalvi Krisztina, Rosta Sándor, Várkonyi András, Kassai Károly, Cvetkó Sándor. Zene John Gonzalez. Fényképezte Richard Pepin. Magyar szöveg Lám Zsuzsanna, hangmérnök Hajtler László, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. A szinkron a Channel One BT szinkron stúdiójában készül. Produkciós vezető Rozgonyi Gábor. Forgalmazza a Videó 2000 Kft. Tetszik a kocsit. Tudtam, hogy tetszik. És a motort még nem is láttam. A filmet írta és rendezte Steven Small. Amit eddig látott, az mind semmi. Ugye mondtam? Na beszéljünk az extrákról. Lássuk az extrákat egy perce. Nézze meg. Van csomagtartó, színezett ablakok, van ködlámpa is, szervókormány, szervófék, központi ajtózár, minden. Komplett. Na? Viszlát. Köszönöm, hogy eljöttek. Viszontlátásra. Nézze meg, van benne kazettás magnó is. Szereti a kazetták? Rengeteg. Autót szeretnék venni. Legszívesebben azt látnám, ha ez a kocsi még ma kigördülne az üzletből. Hát nem olyan egyszerű dönteni. Persze, hogy nem egyszerű. Ezért vagyok én itt. Majd én segítek önnek. Én mondom, hát nem gyönyörű. Tudja, már zárva vagyunk. Igazán sajnálom, de nekem sürgős. Van egy remek akciónk azoknak, akik először vesztek kocsit. Miket beszélek? A múlt hónapban ért véget. A múlt hónapban? Igen. Várjunk, van egy ötletem. Nézze, barátom, én nem akarok semmi zűrt itt, rendben? Már zárni készültünk, úgyhogy... Talán menjünk és intézzük el a papírokat. Meg kell ígérje nekem, hogy nem mondja el a barátjának sem. Még a legjobb barátjának sem, amit ajánlok, rendben? Még a rokonainak sem, Tony. Komolyan beszélek. Nem maradhatnék a szakmában, a hírem enne, hogy mit ajánlok. Ide hallgasson. Bocsássa meg egy perce. Üljön be a kormány mögé. A kulcs benne van. Kapcsolja be a rádiót. Hallgassa meg, milyen remekül szól, és bocsássa meg egy perce. Mindjárt visszajövök, oké? Okay? Telje a táskába! Jól van, feleségem van és két gyermekem. Kérem, uram, a kisebbiknek holnap van a születésnapja. Ne bántson! Fofa be! Mindent megteszek, amit mond, tessék. Kérem, ne bántson! Ne bántson! Mi a fene? Ne! Menjen ki! Bántson, feleségem, a két gyerekem! Kérem, ne bántson, kérem! Ne féljen, nem fog fájni! Thank you.
népe. Hello, Tony. Hello, Tony. Mi újság van felétek? Tony, beszéltünk az asszonnyal, hogy vennénk egy kocsit. Tudsz valakit? Persze, hogy tud. Tud egy helyet, ahol ingyen kocsit kap előleg nélkül, csak úgy hitelbe. Persze, kocsiuk nincsen darab se. Nagyon vicces. Tudod mit? Hallottam, hogy a biztosító új kedvezményt vezetett be. Igen nagy engedményt kapsz, ha nem ismered Tonyt. Hallom, új kocsit keresel. Szerintem ez egyáltalán nem vicces. Mi lett a tettessel? Meglépett. Meglépett a kocsi valamit? Te akartál megvenni? Igazad van. Ez nem vicces. Ez megalázó. Miért? Csak mert én még kezdő vagyok. Azért nem jó nektek semmi, amit én csinálok. Annak, hogy kezdő vagy, semmi köze ehhez. Ha lepuffantom a fickót, ahelyett, hogy ököllel intézem el a dolgot, akkor most hős lennék, mi? Nem, hős az nem. Nem muszáj kinyírni valakit, hogy megértsék, miről van szó. Nem muszáj. De azt legalább sosem értik félre. 24-es körzet. Verekedés a Sightmore Street-en, a Baker Hill-nél. Vagy 25-en vannak benne. Figyelem, figyelem. Itt a 20-as, vettem. Indulunk. Hármas kód törölve. Lelőtted a kis húgomat. Mondtam, hogy sajnálom. Nem akartam. Fofa be! Imádkozz, seggfej! Minden rendben? Minden rendben. Minden rendben? Persze, jó vagyok. Kösz. Mit? Ezt. Ja, hogy megmentettem az életedet. Elintéztem volna. Persze, tudom, tudom. Apropó, erre még szükséged lehet. Gyere, aranyom. A fenébe. Tetszik. Beszéljünk komolyan. Úgy is van. Kértek szendvicset? Legalább egyszer vegyetek komolyan. Ne bosszasd már. Jó. Kösz. Tudjátok. Ah.
A nejem ott hagy egy másik miatt. Tényleg? Igen. És ki a szerencsés fickó? Igazán tapintatlanság tőled. Én szenvedek, tudod? Igazán. Akkor ki a szerencsés lány? Te egy seggfejvaslan, igen. Te le sajnáltatod itt magad. Hallom, ma megpróbáltál puszta kézzel halálra lévíteni valakit. Hagyj békén, Flanagan. Csak vedd el tovább a viszkidet. Tegnap még hős voltál. Ma meg halott lehetnél, ha nem lett volna ott a társad. Azt hiszem, erre való egy társ. Segítünk egymásnak, meg ilyesmi. Na, persze, örülök, hogy Tony meg te összekerültetek. Legalább van egy állandó sofőröt, ha? Nem hozz zavarba, hogy megismerem magam a tükörben, amikor hazamegyek egy bárból. Hát ne is hozzam. Hát te tényleg egy seggfej vagy. Olyan érzékenyek ma este, nem? Parancsoljon. Zsaruk vagytok. Zsarunak látszunk? Ő igen. Hát azt hiszem, akkor én most megyek. Viszlátom. Én is épp menni akartam. Megkérhetnélek, hogy vigyél haza. Hát én... Ugyan kölyök, csak nem akarod, hogy egyedül kellje hazamennie ilyen későn, ezen a környéken, ha? Igaza van. Hát jó. Jó ét! Jó ét! Jó ét! Tetszett a csaj? Na, na! Akkor nem csoda, hogy elhagy a feleséged. Ezt te hogy érted? Az a pipi fiú. Szótlan vagy ma reggel. Igen. Mi volt tegnap este? Különös este volt. Inkább nem beszélnék róla, nem baj? Kisasszony, kérek még kávét. Tudod, mennyi ebben a koleszterin? Hozzá meg az ital, meg a golod. Ketchupot, légy szíves. Valami baj van? Nem akarlak szekálni, a te érdekedben mondom, hidd el. Láttam egy manuszt a tévében. A 100. születésnapját ünnepelte. Azt mondta, a hosszú élet titka 2 pohár skót viszki naponta, egy jó szivar minden délután, és a rengeteg sült kaja. Ezt nem hiszem el. Ahogy gondolod. Ezt most találtad ki, ugye? Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Ha csak kitaláltad, mit akarsz vele? Figyelj ide! Ha nem szekálsz többet, én sem lódítok majd. Kisasszony, kérek még kávét! Thank you.
Gyerünk, gyerünk! Kezeket a kocsira! Mi tartott ilyen sokáig? Vigyázz a fickóra! Nagy fiú vagy, ha pisztoly van nálam. Vigyázz a szádra! Ha nem lenne fegyvered... Akkor mi lenne? Gyere ma este az utcára! Te úgyis a sitten leszel. Ne bízz benne! 9-kor te szemét, várlak! Menj! Nem baj, ha megállunk enni valamit? Éhes vagyok. Olyan éhes már vagyok, menjünk. Akar egy kis port? Mit? Nem kell egy kis krek? Hogy hívnak? Látója. Látója, hol van az apád és az anyád? Nekem nincs apám. Szépen hazakísérlek, jó? Nem mehetek haza, ha nem adtam el egy kis port. Hát én nem fogok venni, úgyhogy menj szépen haza. Nem lehet. Miért? Mert a mama azt mondta, pénz nélkül ne menjek haza. Gyere ide. A mama nem úgy gondolja, csak most beteg. Tudja? Persze, tudom. Na, fogd a pénzt és felejtsd el a bort. A mama számon tartja, hogy mennyi. Na jó. Köszönöm, uram. De most menj haza, jó? Na, kész vagy, mehet? Mehet. Bruce Lee merre jár ma este? Nem hallottad? Pár bajozik a klubban ma este. Talán a férfiasságát akarja bizonyítani a tegnapi fiúpipi után. Nem volt szép tőle, Flanagan. Hogyan? Ilyen az élet, nagy ügy. Egy zsarú, aki bedől egy transvesztitának, megérdemli, amit kap. Lehet, hogy csak idő kell neki, hogy alkalmazkodjon. Ő egy kicsit más, mint mi. Ideje már, hogy velünk tartson. Miben tartson veled? A részegeskedésben? De az én feleségem nem ment el. Nem is. Öli, ja ne, otthon hebbereg egy porszívó ügynökkel. Honnan tudod, hogy megbeszélés van egy porszívó ügynökkel? Nem tudom. Biztosra veszem, hogy ártatlan. Tösek fej. Mi ez az egész? Ó, a leendő ex-nejem mondta a múlt héten, hogy ma megbeszélésre lesz egy porszívó ügynökkel és Flanagan feleségével. Ez jó. Tony már a beberegítésnél tarthat, mi? Ne, és? Semmi, tudod, túlerőben lesznek. Csak annyi. Nézd, nem megyek el, oké? Okay? Nekem igazán mindegy, hogy mit mondasz. Csak mivel mégis a társad... Azt mondtam, nem megyek el, és kész. Jó, jó. Kösz, hogy eljöttél. Útba esett hazafelé. Különben is. Nem megmondtam, hogy nem tolja ide a képét az a srác.
Odakint meg egy ezred zsaru vár teljes fegyverzetben. Csak te és én, haver. Meg én? Mit mondtál? A mi adjánkot mondtam. Hát akkor rajta. A ringbe. Charlie, tesse, tedd, amit mondtam. Kösz. Ne köszönj semmit. Legközelebb kiütlek. Oké. Ugyanekkor, ugyanitt. Rendben, itt leszek. Azt hiszem, ez jól sikerült. Másnap reggel alig általában. Köszönöm. Igazán remek volt a vacsora. Köszönöm. Hallom, nem helyesed az étkezési szokásait. Hát nem éppen fogyókúrás az étrendje. De ha te főzöl neki, talán még. Te azt hiszed, a lányomnak nincs más dolga, mint hogy egész nap rám főzős kézzel? Nyugi, apa. Nem akart bántani. Na jó, sajnálom, rendben. Csak hát sokan félreértik a helyzetet. Azt hiszik, hogy amiért Susan... Mondd ki nyugodtan, vak. Az az igazság, hogy ő jobban vigyáz rám, mint én magamra. Ezt nem nehéz elhinni. Zenét is tanít, egy héten ötször az egyetemen. Hetenként három este a Westside-i Braille intézetben segít. Rendben tartja a házat, a ruháimat, gondozza a kertet. És te mit csinálsz? És... Mindent megtesz, hogy úgy érezzem, szüksége van rám. És ez remekül sikerül, és igaz, drágám? Igaz. Ki kér édességet? Nem is tudom. Ugyan, Tony, meg kell kóstolnod, Susan maga csinálta. Én magam vettem. Igazán nagyszerű lány. Miért nem mutattad be nekem már előtte? Azért, mert nagyszerű lány. Szép lehet a kilátás ezzel az izével. Garnett. A feleségem akkor vette nekem, amikor beköltöztünk. Tiszta éjszakákon, ha teli hold van, a világ végéig el látni, nézd meg.
Aha, igen. Jaj, vigyázz, vigyázz! Sajnálom. Néha olyan ügyetlen vagyok. Nem, az én hibám volt, én húztam el a széket. Nem a te hibád. Honnan tudhattad volna? Összetakarítom. Sajnálom. Susan, semmi baj. Sajnálom. Igazán sajnálom. Mondom, hogy nem a te hibád. Jó, rendben, én csak azt szerettem volna, ha minden jól megy. Ezt hogy érted? Meg akartam kérdezni, hogy elvihetlek-e valahová. Nem kell elvinned sehová. Nem. Tudom, hogy nem kell, csak hát... Tudod, szeretek együtt mutatkozni egy gyönyörű lánnyal, olyannal, mint te vagy. Nem hiszem, hogy... Van valami dolgod péntek este? Nincs. Most már van. Hallom, elviszed a lányomat valahová. Igen, pénteken. Nincs szüksége jótékonyságra. Persze, tudom, de nagyon csinos lány. De még mennyire az, és még sokkal több, ezt sose felejtsd el. Nem fogom. Jó ét. Huszonnyolc! 30! Ez az! Jó van! Tudta, hogy megcsinálod! Nagyszerű! Látod, megmondtam! Fizes! Fizes! Nyeretnék ezen, ha feltennék? Nem, később befektetjük, és fizes ki, ismerlek, pedig elismerlek. Figyelj! Mindenesetre, ha a srác kihív egy boxmeccsre, el tudod képzelni? Mikor állsz ki vele? Komolyan gondolod? Persze, miért ne? Tony is kiállt egy sráccal a minap. A fenébe. Gondolom, ezzel kezdődött ez az egész. Nagyon szerintem köszönöm, nem is olyan rossz ötlet. Pár kemény fiú mindkét részről kiosztja egymást, nincsenek halottak. Nem is tudom. Engem is kihívott egy lány tegnap. Ez valami járvány. Látod, mit csinál Tony? Ma este kiállok vele. Ezt a világért sem hagynám ki. Te is kiállsz a sráccal, ugye? Nem tudom, talán. Csak nem felejtettél el boxolni. Dehogy. Bárkit segbe rúgok még. Te jó. Gyere! Gyere! Jó van, na, semmi én Örni Blake, te vagy Örni Blake. Ezennel elveszlek téged, Madonna, törvényes feleséged. Na, gyere! Na. Nem igazán csípem a kövér pipiket. Mindig annál kötöd ki. Egész jól állunk. Szarul állunk. Nézd körül, Johnny. Mondd, mit látsz? Egy tornatermettel, a zsadóval és környékbeliekkel. Én az eladás komoly visszaesését látom. Egy csomóan itt ülnek és ordibálnak a semmiért, ahelyett, hogy vásárolnak. Nem szeretem, ha kihúzzák a pénzt a zsebemből. Ugye értesz engem? Hát persze, értelek. Akkor csinálj valamit. Végezz vele! Gyerünk! Végezz vele!
Hé, Tyrone, mi újság? Nincsen semmi, most már megyek haza. Tetszett a meccs? Egész jó volt. Hát nekem nem tetszik. Azt hiszem, nem megyek vissza. Vedd csak el. Barátok vagyunk. Persze. Most menj haza. Veszélyes környék ez, ha nincsenek megfelelő barátaid. Tudod, hogy értem? Tudom. Aztán vigyázz a lányomra, megértetted? Igen, uram. Azaz Brian. Először mentek el együtt, mondd csak, hogy uram. Igen, uram. Vigyázz magadra, drága. Vigyázz. Biztos, hogy nem menjünk inkább kocsival? Nem, szeretem a motorbiciklit. Tényleg? Igen. Vezettél már? Ne gyere folyton zavarba, tudom, hogy nem tapintatlanságból mondtad. Majd igyekezni fogok. Na és hová megyünk? Gondoltam, elmehetnénk a főiskolára komoly zenét hallgatni. Úgy hallottam, kamarazene lesz. Mindig ez a program az első randin. Kamarazenéhez viszed a lányokat? Nem. Ne kezelj úgy, mint egy pestisest. Viselkedj úgy, mint bárki mással, vagy felejtsük el az egészet. Rendben. Oké. Biztos van egy kedvenc helyed. Miért nem viszel el oda? Nem hiszem, hogy tetszen. Tony. Na jó. Itt vagyunk. Most várj egy kicsit. Add a kezed. Ez az. Emlékszem egy pontosan olyan tájra, amilyet most leírtál. Apa vacsorázni vitt minket anyámmal egy felhőkarcoló tetejére. Az volt a legszebb naplemente, amit valaha láttam. Hihetetlen volt. Akkor volt a 16. születésnapon. Nem egészen egy évvel a baleset előtt. Nem kell erről beszélned, ha nem akarsz. Nem, jól van ez így. Elég hamar túltettem magam a vakságon. Végtére is. Az anyám meghalt. Apa meg. Furcsa módon az, hogy annyira szüksége volt rám, segített. A baleset után majdnem fél évig minden este lefektetett, és jó kedvet mutatott. Aztán bement a szobájába, és álomba sírta magát. Úgy éreztem, az én feladatom, hogy ne sírjon többet. Nagyon bátor lány vagy. Erős talán, de bátor. Nem tudom, mi más tehettem volna. Élni akartam. És azt, hogy apám is éljen. Úgyhogy nem igazán volt más választásom, mint hogy erős legyek. Olyan egyszerűnek hangzik, ahogy mondod. Az élet egyszerű. Csak az emberek teszik bonyolulttá. Még soha senki nem érintett meg téged pontosan így. És nem is fog soha. Soha senki nem csókolt meg pontosan így. És senki. Egy ujjal se nyúltam hozzá, oké? Persze, hogy tudom, sokkal rosszabb. Ezt hogy érted? Susan kedvel téged. Kedvel engem? Ne örülj ennyire neki, jó? Miért? Tudod, hogy én is kedvelem. De ezek szerint máskor is elmegy majd veled. És ez miért baj? Nem vagyok olyan rossz fiú.
Hát nem érted? Semmit sem értesz, igaz? Az én lányom többet érdemel, mint egy nem olyan rossz fiút. Úgy érted, többet érdemel, mint egy zsaru, igaz? Nem, nem többet. Csak nem egy zsaru. Mi nem jó? A fizetés, a munkaidő, vagy mi a fene? Nem, de téged 10 év múlva lepuffant egy seggfej, én már nem leszek, ki fog akkor gondoskodni a lányomról, he? Mondd meg, ki fog gondoskodni róla? Ki? Jó lesz, ha felfogadsz egy menedzsert. Mi a csodáról beszélsz? Nem olvasol újságot? Nem, miért? A Latrivűn ír a meccsekről. Valaki azt mondta, te indítottad el. A fenébe. Te vagy a város őse, kölyök. Próbáld megszokni. Hát gratulálok. Most váltál célponttá. Mit szólsz azokhoz a motel parkolójában? Egyszerűen nem akarom, hogy félrej. Nem, én tudom, hogy mit érzel. Susan... Susan a lányod. Sejtelmet sem lehet, hogy mit érzek. Susan különleges ember, és amikor azt mondom különleges, nem rokkantat értek. Amikor meghalt az anyja, komolyan mondom, úgy éreztem, vége a világnak. Egy reggel elköszöntem tőle, és pár óra múlva halott volt. Soha nem mondhattam el neki egy csomó dolgot. Susan és én nagyon ragaszkodunk egymáshoz. Időről időre felbukkan valami fickó, és miért is ne, hiszen nagyon csinos lány. Aztán azt hiszik, hogy csak azért, mert vak, hálásnak kell lennie, hogy jár vele valaki egyáltalán. Tudod, nem mindig jön rá, hogy ezek a fickók nem érnek semmit, és előbb-utóbb az egyikbe bele fog szeretni. Én meg csak védeni akarom, tudod? Csak megvédeni. Nem akarom, hogy bárki miatt sírjon. Nem érdekel, ha másnak ez nem tetszik. Ő nem árt senkinek. És ha bárki bántja, nem állok jót magamért. Ezt megígérem. Ugye megértesz? Brian, én nem vagyok olyan, mint azok. Na... Mit csinálnak azok ott? Nézzünk utána. Gyerünk. Jó estét. Valami baj van, biztos úr? Szabad kérdezni, mit csinálnak itt? Semmi. Várnak valakire? Nem, csak beszélgetünk. Elég furcsa hely a beszélgetésre, nem? Ide valósiak? Nem. Tiltja valami, hogy beszélgessünk? Ez ki? Senki. Hol a kislány? Nem tudom, miről beszél. Hol a kislány? Ez hatósági brutalitás! Még sok más is lesz, nem mondja meg, hol a kislány, kivele, hol van? 15-ös a 15-ösben! A kulcsot! Adja ide a kulcsot! Hülye kurva! Rendőrség, kinyiti! Kinyiti! Igen? Hol a kislány? Milyen kislány? Ne strapáld magad, most beszéltünk a szüleivel. Igazán nem tudom, miről beszél. Ide nem jöhetnek be. Ezt nem tehetik. Ez illegális, ez nem lehet. Ez illegális. Hopp be a szád!
rendben, kislány. De nem vagy apu. Nem, nem az apu. De szeretném, ha tudnád, hogy most már minden rendben lesz. Akarod, hogy apunak szólítsalak? Nem. Azt akarom, hogy menj a fürdőszobába és öltözz fel. Jó, rendben. Már jobban vagy? Igen, jobban. Mondom, haver, Gerardónak nem tetszik, hogy azzal a zsadóval lóksz. Figyelök rá, hogy Gerardó mit gondol. Azzal lógok, akivel én akarok. Ide figyelj, haver, mióta vagy a zsadókkal? Mi a probléma? Az a probléma, hogy Johnny nem csípi a zsadókat, családi vonás lehet. Mi ez az egész? Az utcán és a házakban azt terjesztik, hogy elmarad az egész. Csak egy rakás hazugság. Annál azért több. Az embereket emlékeztetni kell arra, amit már úgyis tudnak. Most mennem kell. Hé, akarsz egy autogramot? Egyelőre béke van, tudsz róla? Mert ez nem az ő területük. Azért néhány dolog már is jön. Odakint ugyanaz a szar van. De talán kevesebb, mint múlt héten. Talán. Hé, Tony. Mi van? Nem te vagy a legrosszabb zsaru erre. Kösz. Hé, Jimmy. Tessék. Megnyilatkozhatnál. Steve, jól vagy? Akkor jó. Na, fiúk, zárjunk be, záróra, későre jár, menjünk haza, gyerünk. Hé, hey, Tony, compadre! Régen láttalak! Jó nézel. Te is. Van egy perced egy régi barátra? Persze. Mindketten messze kerültünk az utcától. Ki így, ki úgy. Nézd, tudom, hogy szemben állunk egymással. Legalább megtanultok egymást tisztelni. Talán csak elfelejteni tanultunk. Felejteni? Megmentetted az életem. Ezt sosem felejtem el neked. Nem nagy dolog. Nem. Hát nekem nagy dolog volt. A fickó pisztolyt fogott rám, és meg is húzta volna a ravaszt. Te is megtetted volna, értem ugyanezt. Mindenki szereti azt hinni, hogy megtenni, amit kell. De valójában legtöbbjüknek nincs elég mersze. Gerardo, mit akarsz? Te nem nosztalgiázni jöttél. Ez a dolog, amit csináltok. A meccse? Igen. Úgy tervezed, hogy ebből rendszert csináltok? Nem gondolkoztam még ezen. A helyedben én megtenném. Ez fenyegetés? Nem fenyegetnék meg egy barátot. Ha a srácok nincsenek kint az utcán, az nem tesz jót az üzletnek, igaz? Tudod, lehet, hogy van, aki így látja. És te hogy látod, Gerardo? Én vigyázok a barátaimra, amíg megtehetem. Ne vedd a szívedbe. Vigyázz magadra, Tony. Majd vigyázok, Gerardo. Hallom, ez a te barátod nehéz fiú. Ő az egyetlen, aki valaha legyőzött. De viccelj!
Gerardo és én mindketten 10 évesek lett. Szegények voltunk, és a fickó, aki vezette a környékbeli harcvezeti iskolát, úgy gondolt, ha a ringbe verekszünk, nem vágjuk el egymás torkát az utcán. Logikus. Mire 15 évesek lettünk, mi voltunk a legjobbak. Sokat tanultam a mestertől, de a legfontosabb, amit megtanultam, a fegyelem. Azt meg kell hagyni. Te vagy a legfegyelmezettebb fickó, akit csak ismerek. Kösz. Nem vagyok benne biztos, hogy ez bók. Ezt hogy érted? Ahogy én látom, te nem annyira a tiszta élet híve, vagy inkább a fegyelemé. Mi a különbség? Mint egy volt alkoholista, akinek hiányzik, aki nem bírja nézni, ha más iszik. Azért, mert tudom, hogy mit művel velük az... Nem. Azt tudod, mit művel velük? Marhasság, én nem iszom, sohasem ittam. De valaki körülötted ivott? Nézd, kölyök. Téged valami üldözés, amíg nem nézel szembe vele, mindig csak futni fogsz. Viszlát holnap. Köszönöm. Hé, emlékszem magára. Tessék. Hé, most ne beszélgess idegenekkel. Nincs semmi baj, asszonyom, rendőr vagyok. Ezt mondania sem kell. Láttam már verekedni. Nem is rossz. Egy fehér fiútól. Kösz. Mondja, nem maga az, akiről az újságok írtak, aki ezt az egészet elkezdte? De azt hiszem. Köszönöm. De azért remélem, jól eltankálnak majd. Nos hát, ki gondolt már közületek komolyan arra, hogy rendőr legyen? Tudjátok, fegyveres testület tagjának lenni hálás feladat. Mennyit lehet keresni? Na, most kezdetben úgy 30 000 dollárt évente. Az lószar. Csak a múlt hónapban többet kerestem a Kraken. Igazán? Inkább nekem kellene dolgoznia. A sitte nem túl jó a koszt. Van, hogy megkeverjenek valakit? Néha. Jó balhé lehet. Hát... Igen, néha az. Persze, manapság vigyázni kell a videokamerákra. Hát, akkor van még valami kérdés? Miért olyan seggfej minden zsarú? Nagyon örülök a kérdésnek. Elsősorban azért, mert olyan punkokkal kell foglalkoznom, mint te. Szóval én punk vagyok. Igen, punk vagy. És csak mert maga zsarú lelőhet ártatlan embereket. Ártatlan embereket, mi? Tudod, ki ártatlan? Ártatlan az a 3 éves kislány, igen, az a 3 éves kislány, akit lelőttek a múltkor. Mi nem lőttük le senkit. Nem lőttetek? Nem. De a bandának tagja vagy, nem? Hát a banda lövöldözött, és abban te is benne voltál. Igen, de maga zsarú, igaz? Igen, az. Akkor hogy lehet, hogy maguk lelőttik Smélit tavaly? Ugyan, én nem lőttem be semmiféle Smélit 29-re, nem lőttem átba, és ő mit csinál? Nem csinál semmi, csak ment hazafelé. Ment hazafelé, 30 000 dollárért tudtuk rá kell a zsebében, ne tár. Ugyan, Smélit nem árult el. Nem árult el. Persze, mindig azt hiszük, csak mindjárt, hogy te mit hiszel. Hogy nyilván is beszél, sose volt Flanigan erőssége. Nagy szarci csölykök, értitek? Gyerünk! Nagy szar, nézd meg, hogy viselked, nézd meg! Nézd meg, hogy nézel ki, mint az állat, te hülye! Nézd meg! Semmi fokád nincs, érted? Nincs, hülye vagy! Tony, segíts már egy kicsit. Okay. Hallom, volt egy kis problémád. Igen, van, akinek nem tetszik a társaságom. Ez a hely kezd tényleg megváltozni. Kezd újra otthonos lenni. Nem old meg persze mindent, de ez egy jó kezdet. Ennek örülök.
Igen, és mindez azért, mert kihívtalak. Nem, azért van így, mert néhány ember lehetőséget kapott. Hé, Jimmy! Viszlát, mennem kell. Vigyázz meg. Meglesz. Hogy adnunk kellene neki egy kis erőt. Pontosan milyen erőre szükséged? Felejtsd el. Brian! Ide jönnél egy perc? Nem, most nem. Gyere ide! Én beszélni akarunk veled. Jól vagyok én itt. Brian, el lesznek ők itt. Gyere már! Gyere, nyugodtan, majd Tony írja. Majd én írom. Tony, mit csinál Tony? Mit csinálsz? Gyere nyugodtan. Brian. Gyere nyugodtan, beszélni kell. Brian, gyere velünk, oké? Menj csak nyugodtan. Itt leszek, nem messze. Jó, rendben. Ha velünk akarsz jönni, drágám, gyere be. Menj csak, tényleg. Menj már vissza, gyere velünk. Gyere, mindjárt visszajövök. Gyere csak. Visszajövök, hamarosan. Gyere. Hello, a nevem Tony. Örülök, hogy megismertem. Apa igazán kedvel téged. Apádnak és nekem egy csomó dologban eltér a véleményünk. Abban, hogy velem jársz. Ez az egyik legfontosabb. Tényleg nagyon óvni akar. De szerintem többről van szó. Jövőre letelik a 20 év szolgálata, és ha már nem lesz ott a munkája, mi marad neki? Apád nem nagyon örül annak, hogy egy rendőrrel jársz. Miért, hát együtt járunk? Nekem valahogy ez az érzésem. Én csak azt tudom, hogy jó érzés. Holnap lesz a nagy nap. Nem vagy ideges? Hallom, az utcabeliek egy birkózót hoztak. Birkózó? Igen. Attól sem ijedünk meg. Tomi! 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 Gyere! Tomi, valami új fiút hoztak. Lehet, hogy unatkozni fogsz. Majd jól megtáncoltatom. Oké, Tomi, tudod, hogy nincs vége, amíg ki nem fekszik. Tudod? Úgy lesz. Már rendelhettek is egy nagy pizzát. Meg lesz. Mozog, Tomi, mozog! Módszerei nem lennének túl finomak. Gyerünk, Tomi! Hey!
Nem azt mondtad, hogy a fickó tud verekedni? Profi boxoló volt. Teljesen lejárattál. Közelben, amikor kéne. Most ne akarj beszélni. Már úgysem érdekes. Láttam, amikor más is így bekapta. Hívjátok a mentőket! Ezt nem fogom kivélni. Johnny csinálta ezt? Nem. Nem kell Jennynek lenni, hogy rájöjj. Gerard? Nem ő húzta meg a ravaszt, de a fegyvert ő vette. Sikerülni fog, hidd el. Siessetek! Ez az, tarts ki, jó, tarts ki, ne. Na, na, gyerünk, Jimmy. Gyerünk, Jimmy. Jimmynek hívták. Tehát lehetnél. Az utcán azt beszélik, vége. Minek van vége? Az újságok szerint a dílerek visszafoglalják a...
Azt mondják, nem fogsz kiállni holnap este. Egyáltalán mi köze az egésznek hozzám? Akár tetszik, akár nem, kölyök, sokan azt hiszik, a te ötleted volt. Az a baj, hogy a meccsek Gerardo zsebére mentek. A környékbeliek hogyan vélekednek? Félnek? Ha a dílerek elriaszthatják a zsarukat. Azt hallotta, megölnek egy zsarut, ha holnap odamész. Szerinted mit fog csinálni? Fütyülök rá, hogy mit csinál. Mindaddig, amíg bele nem hal. Tudod, egész évig igazad volt. Miben? Az egész életem egyetlen rohadt emlékmű az önuralomnak. De tudod miért? Miért? Mert akinek nincs önuralma, az vesztes. Az anyám vesztes volt, az apám vesztes volt. Halálra itták magukat. Azt mondják, az alkoholizmus öröklődik. Hát, mindenfélét mondanak. Te nem a szüleid vagy. Ebben rohadtul igazad van. Gyűlöltem őket. És nem tudok. Nem leszek olyan, mint ők. Tudod, Tony, az ember néha annyira küzd valami ellen, hogy a végén ő idézi elő. Gondolod, hogy velem is így lesz? Ennek semmi köze a szüleidhez. Önmagad elől menekülsz. Kiállsz ellenük holnap? Sosem hátráltam meg a harc elől. Soha. Az árt a léleknek. Ha meg lepuffantanak, az a testednek nem használ. Nem félek Gerardótól. Nézd, van egy egészséges félelem. Évek óta azt tart életben, nincs benne semmi szégyen, hidd el. Jimmy bízott bennem. Egy csomó srác bízott bennem. Néhányuk még benned is megbízott. Na és? 2 hete senki sem bízott bennünk. Olyasmit csináltunk ott lent, amit érdemes. Hadd mondjak neked valamit. Nem kell megváltanod az egész világot. Nem akarom megváltani a világot. Csak azt a kis darabot szeretném, ahol élek. Bébi, ma este remekül nézel ki. Ez tetszik neked? Ez remek. Gyere ide. Így, ez az. Ez az. A telefon. Na, mi van? Ugyan már, nem volt semmi. Minden simán ment. Semmi hiba. Ha jól tudom, jár egy csajjal. Thank you.
fenébe! Jó erőben vagy, ezt látom! Istenem, Jézus! Leköllek! Bemehetnék, hogy köszönjék Szuzannak? Ha fenn van még. Lehet, hogy már elaludt a díványon. Várj meg itt kint. Mi baj van? Náluk van a lányom. Mi a csodáról beszélsz? A barátot adott üzenetet. Állj. Nem, te maradj itt. Maradj a telefonnál minden esetre. Gerardóhoz jöttem. Nincs itthon. Úgy érted, számomra nincs. Így vagy úgy. Nincs itthon. Úgyhogy miért nem kotrolsz már el innen? Zsaru. Máskor előbb telefonálj. Hol a lány? Ki? Ha bárki más hozzám ér, ha csak hozzám ér, halott. Ne játsz nekem a kemény fiút. Nem játszom én. Nem én. 10 éve is segbe rúgtalak. Megtehetem újra. Hol van Susan? Nem tudom. De hallottam valamit. Mit hallottál? Hallottam, hogy elengedik. Bántatlanul. Ha nem állsz ki ma este. Tényleg azt hiszed, hogy ha nem állok ki, újra tiéd az utca? Egy időre. Semmi sem tart örökké. Én üzletember vagyok, Tony. Nem személyeskedés. Ez üzlet. Kiszedhetném belőled.
Az nagyon nagy hiba lenne, Tony. Másodszor mentem meg az életed ma este. Most kvittek vagyunk. Ez eszedbe se jusson. Mit mondott? Mit mondott? Azt mondta, elengedi, ha nem állok ki holnap. És mit akarsz tenni? A legszívesebb. Hát figyelj, leszharom, hogy te mit szeretnél. Most a lányomról van szó. Van 90-es számot hívta. Hívását feljegyeztük, és ha hagy üzenetet, visszahívjuk önt. Na, szerinted mi lesz? Elengedi Susan csak úgy? Én csak azt tudom, hogy ha nem állok ki holnap, újra Gerardoé lesz az utca, és bármit is teszek majd ezután, a környék tudni fogja, hogy lefizet. Sajnálom, kölyök, tudom, mit érzel, de... Nem tudod, hogy mit érzed, de ne izgulj! Susan biztonság büszkeségemnél is fontosabb. Apa, én vagyok. Nem tudom a pontos címet. De a második kijárat Santa Monica-tól északra, a 405-ösön. Segítség! Apa, én vagyok. Nem tudom a pontos címet, de a második kijárat Santa Monica-tól északra, a 405-ösön. Honnan tudja, hogy hol van? Gyerekkorában játszottunk ilyet. Ha pontosan tudta, hogy hol van, kevésbé érezte magát hátrányban. Második kijárat a 4. Igen, már hol lenne. Nagy ügy, ez leszűkíti kb. 1 millió emberre. Nem. Csak egyre. Gerardo házára. Az lenne az utolsó hely, ahol keresném. Kár, hogy nem látod, mit tartogatok neked. Ne, várj! Mindannyiunkat kinyírnak. Na, mit csináljunk most, ha? Ez mi a fene? Thank you.
Mi baj, drágám, jól vagy? Ne figyelj, minden rendben lesz. Mi történt? Most aztán tűnjünk el innen, jó? Menjünk. Gyere, menjünk. Ugye megérted, hogy meg kell tennem? Megértem. Gerardo megölt az öcsémet. Gondoltam, jól jön a segítség. Kösz. Jobb lett volna, ha elmész, Tony. Túl sokan futamodnak meg. A döntés a tiéd volt. Te senkinek nem hagysz dönteni, csak parancsokat adsz. Eleget parancsoltál az utcán. Sok a szöveg, Tony.
Vigyázzatok a kutyákra! Vigyázzatok! Az, menj! Az utca az enyém. Ettől volt az én arcom. Tudod mit, haver? Ettől nem változik semmi. A számomra igen. Tudod, hogy pocsékul nézel ki? Kösz. Valaki téged keres. Na végre! Na jó! Na végre! 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 Na végre